Itt van valaki közöttünk, akinek valóra váltak az álmai és a tervei. Relkata tavaly megvalósította az év végére a több éves álmát és tervét, ami nem más volt, mint a régóta kiállításra kerülő képei és a versei együtt egy kiállítás bemutatója. Ezekkel a gondolatokkal ajánlotta a közönség figyelmébe Relkata textilképeit és Csak a fényt keresem című képes verseskönyvét Sas Erzsébet újságíró. Az alkotó első képe, az Éjszaka, 2004-ben készült. Nálam nincsenek szabályok, le is írtam az egyik versbe. Én azt csinálom, amit a szívem diktál. Ha akarok gombot varok rá, ha akarok flittert, ha akarok semmit. Tehát nincs, aki parancsol. Nincs, aki irányít, nincs, aki azt mondja, hogy ezt ne csináld. Én magamtól csinálom, amit jónak látok. Relkata textilképei és versei gyakran párhuzamosan készülnek. Verseiben, képeiben az alkotó érzéseit, gondolatait jeleníti meg, ami Csak a fényt keresem című kötetében is megmutatkozik. Mesélek és játszom, hisz tündérek súgnak, és bennem sem csupán csak a háborúk dúlnak. Kezem, lábam gúzsba soha nem is kötik, csak lelkem nevetve magasba röptetik. Mesém szálacskáit mosolyukból szövik, s szívem csuprát vele színültig megtöltik. A könyvből Graca Virág előadásában hallhattak verseket a tálat megnyitóján a közönség. A kiállítás február 7-én látogatható a Nagy Kiállítóban a Kulturális Központ nyitvatartási ideje alatt. A Relkatával készített hosszabb beszélgetést a palettában a Híradó után adjuk.